A Bonyhádi Német Önkormányzat első alkalommal írt ki egy felhívást, mégpedig szeretnénk, hogyha olyan fotók érkeznének, amin adventi kalendáriumokat készítenek. Az adventi kalendárium készítése egy német eredetű szokás, mely az 1800-as évek közepére nyúlik vissza. Történt, hogy egy evangélikus pap az árvaház gyerekeivel közösen készített egy karácsonyváró naptárat, innen terjedt el az egész világon. Az első nyomtatott kalendárium 1903-ban készült Münchenbe, és utána pedig meghódította szinte az egész világot, és nálunk is lehet már kapni, ha bemegyünk a boltba, a számtalan kalendáriumot, Weihnachts kalendert lehet vele venni a polcról, de úgy gondoljuk, hogy az az igazi, hogyha mi magunk készítjük el, és bízunk benne, hogy nagyon kreatívak az emberek. Ebben az időszakban, ebben a pandémiás időszakban otthon vagyunk, nincsen semmiféle rendezvény. Bízunk abban, hogy a szülők esetleg a gyerekekkel, vagy a gyerekek külön is elkészítik ezeket a kalendáriumokat, és ezzel együtt egy szép várakozás lesz a karácsonyra. Ezek a felvételek a gondozási központban készültek, ők már jelentkeztek a német önkormányzat felhívására, és videót is készítettek arról, hogyan lehet adventi naptárat rajzolni. A beküldött fotókat megnézzük és értékeljük, egy bizottság dönteni fog arról, hogy melyik a legszebb, melyik a legkreatívabb, és még jutalmat is fogunk adni a legjobb fotót beküldőknek. A fotókat a bonyhadpress@gmail.com címre várjuk december 1-ig. A hét folyamán pedig értékeljük a fotókat. December 7-én lesz az értékelés, és bemutatunk egy csomó fotót majd, és reméljük, hogy később más is kedvet kap majd ehhez. Kapcsolatban vagyok rendszeresen német testvértelepüléseinkkel, és a Vernóban a könyvtár vezetőjével beszéltem, hogy ők ebben a pandémiás időszakban mit csinálnak, és mondták, hogy ugye be van zárva a könyvtár, nem dolgozhatnak, viszont online vannak különböző programjaik, és az egyik ilyen program, hogy aki szeretne, 25 adventi kalendáriumból választhat, mintát választhat, és otthon elkészítheti. Most innen is jött az ötlet, hogy mi kiírunk egy versenyt, hogy készítsék el maguk, aki ezt szeretné, és jövőre esetleg mi is adunk ötletet, hogy lehetne ezt elkészíteni. Az adventi kalendáriumok sokféleségének csak az egyéni kreativitás szab határt, és a gyerekek is bevonhatók az elkészítésbe. Néhány nap, és megkezdődik az adventi időszak, és a karácsonyvárás izgalmához hozzájárul a napi meglepetések kicsi izgalma is.